akik számára semmit nem jelent az, hogy Ukrajna, semmit nem jelent az, hogy ortodoxia, és úgy hivatkozik Oroszország erre az egész támadásra, hogy míg a kereszténység védelmezője, hogy alapvetően muzulmánokat és mindenféle létező egyéb kisebbséget. A mostani mozgósítás kapcsán is nagyon látványosan látszanak a számokból, hogy Péterváról és Moszkvából szinte senki nem ment a mozgósításba, míg mondjuk van olyan Búrját falu, a lakosság 50%-át elvitték egy nap alatt. Ugye vannak a hírek Dagesztánból, hogy lezárták az utakat, ugye van, ahol le is lőtték a toborzó tiszteket, tehát olyan durva eltérés van, hogy mindent megtesz Putyin a valóságba azért, hogy nehogy az oroszok benne legyenek ebbe a háborúba, és ők maradjanak meg ott a nap végén Oroszországban. Hát nem tudják megúszni egyébként, mert ugye az etnikai állomány azért az Orosz Föderációnak azért csak 82%-ban oroszokból áll. Ez itt a Háttérben, köszöntöm a Hitrádió hallgatóit, ez a Hitrádió új háttérműsora, ahol aktualitások mentén, de egy kicsit mélyebbre megyünk a témákban, és megkeressük az összefüggéseket. Nagy tisztelettel köszöntöm az első műsor vendégeit, Kerekest Miklóst, történészt, a Portfolio.hu elemzőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat! És Gecse Géza a történész, az Orosz Nagyhatalmi Politika 1905 és 2021 között könyvnek a szerzője, amely itt is hever előttem, ez nemrégen jelent meg, és ennek kapcsán is fogunk ugye beszélgetni ebben a mai adásban. A témánk pedig az ortodox egyháznak a szerepe az orosz politikában, illetve az egész keleti régióban, egy picit a geopolitikai vonatkozásokra is, aki tudunk térni, az nagyon jó lesz. De még mielőtt ebbe belevágnánk, Kerekes Miklós, szeretném arra kérni, hogy tegyünk rendet itt a fogalmak között, ugye szoktuk mi ezt keleti ortodoxiának, görög ortodoxiának nevezni, illetve van a pravoszláv kifejezés, amit az oroszokra szoktunk talán érteni, de egy picit gyors talpalót kérünk abban, hogy mi itt a helyes fogalom, és mi mit jelent. Ha egy lépéssel hátrébb léphetünk a kezdés pontjáig, ugye a kereszténység, amikor a Római Birodalomban egyházzá szerveződik, akkor nagyon gyorsan 5 darab központja lesz, 5 darab pátriárkátus, 5 darab egymással egyenlő központ, amik közül első az egyenlők közül Róma, és Róma, Konstantinápoly, Antiókia, Alexandria és Jeruzsálem. Ugye ezek lényegében a birodalom nagy részeinek a központjai, ugye Anatóliának, az itáliai félszigetnek, Szíriának, Egyiptomnak. Földrajzi határ húzódik mindegyik pátriárkátus között, és nincsenek semmilyen hitéleti szempontból eleinte semmilyen különbség nincsen, ez egy adminisztratív felosztás. Az idő előre haladtával azonban, ugye a közismert nagy skizmával beáll a szakadás nyugat és kelet között, és ez lesz az, amikor a nyugatot innentől katolikusnak nevezzük a idővel, a keletet pedig ortodoxnak, viszont a keleti ortodox ez mindig 4 darab pátriárkátus jelent, miközben nyugaton 1 darab van, és ez a 4 ez a mai napig őrzi határait. Ami releváns a téma szempontjából, hogy a konstantinápolyi pátriárkátus területe, az kiterjed Anatólián túl a Római Birodalom teljes európai keleti részére, ami ugye nagyjából a mai szerb horvát határon húzódik, tehát ahol annó a Római Birodalom ketté válik, ott válik ketté a keleti és a nyugati kereszténység a mai napig, és ebbe viszont beletartoznak lényegében a barbarikum, tehát a meg nem hódított részek is, és idő előre haladtával minden balkáni nép az ortodox hitet veszi föl, majd pedig a 1000-es évek, 900-as években pontosabban a kijevi russz is úgy dönt, hogy ők is ortodoxok lesznek, és ezáltal Kelet-Európába, ugye eddigre már ugye kirilés metódnak lemegy a térítése, már a szláv nyelvre elkezdik átültetni az ortodox vallás fontosabb részeit, és ez hirtelenjében egy óriási ugrással teljes Kelet-Európára kiterjed, ugye ekkor nem beszélhetünk Moszkváról, oroszokról így külön, főleg a mai részekről, hanem a központ ugye a varégok által, tehát a skandináv, alapvetően svédekkel rokon varégok által alapított Ukrajnáról, vagy a kijevi ruszról beszélünk egészen pontosan, és ez a teljes keleti rész, hogy nagyon rövid idő alatt szétesik kisebb fejedelemségekre, és ebből lesz az egyik a moszkvai, és amikor a tatárpusztítás után ugye Kijev eleinte a központ, megszűnik a kijevi központ lényegében és a kijevi rusz, akkor áttolódik keletre Oroszországba ennek a központja. Ugye a magyar kifejezések, és az első pátriárkátus, ami kiválik a hagyományos ötből, az Moszkva lesz. Tehát így jön létre először még egy pátriárkátus,
aki a saját részeivel Konstantinápoly eleste után egy önálló pátriárkátust alapít, amivel kényesen, kénytelenül bele kell egyeznie az ekkor eléggé rossz állapotban lévő konstantinápolyi pátriárkátusnak. És innentől indul egy folyamat, lényegében a 1800-as évek közepéig nincsen új pátriárkátus, viszont amikor a Balkán felszabadul az oszmán uralom alól, akkor nagyon gyors tempóban elkezdenek létrejönni új pátriárkátus, és ezek mind a konstantinápolyi pátriárkátus területéből válnak, hogy jogfennhatóságából válnak ki. Kiválnak a szerbek, kiválnak a bolgárok, idővel kiválnak a románok, és így tovább, és így tovább. És a magyar... Görögök is. Ők maradnak, ők nem válnak ki. Tehát, hogy ők ugye maradnak, ők csak egy aténi érsekséggel lesznek külön, de ők alapvetően megmaradnak Konstantinápoly alatt. De egyházszervezetileg azért tud kialakul egy másik, mondjuk így, hogy entitás, hogyha lehet így fogalmazni, mint ahogy a bolgárok is. A bolgároknak van egy külön bolgár pátriárkája, a görögöknek a pátriárkája a konstantinápolyi pátriárka, aki administratív, aki viszi az egész, az aténi érsek, de nincs külön pátriárkájuk. És a magyar kifejezések ennek a leírására, ezek a görög-keleti egyház, tehát ez a minden, ami keletről jön, és eleinte ez mind görög, mármint hogy a konstantinápolyi pátriárkátushoz tartozó, de hát idővel ugye elkezd változni a helyzet, egyrészt sokkal inkább a szlávok jelennek meg a környékünkön, mint ortodoxok, és a mai nap pedig az 1800-as évek második felétől ez a görög-keleti alapvetően is egy kicsit, hát nem pejoratív, de hát, hogy ez a görög-keleti, ez olyan, mint a latin-nyugati, tehát, hogy ez így elég sok mindent. Hát ortodox, tehát erre a normális kultúrás megfogalmazás. Az ortodox egyházak, és a pravoszlávok pedig lényegében ugyanennek a szláv verziója, szlávul, tehát az igaz hitűek, hogyha nem tévedek, és ugye a mai nap főleg ez a görög-keleti nem igazán működik, mert amikor görög-keletinek van nevezve, például a miskolci templom, ami az oroszok jogfennhatóságához tartozik, akkor ugye ebbe a görög részhez, tehát egy orosz ortodox templom, vagy egy bolgár ortodox templomról beszélhetünk a mai nap. De egyébként már ők is magyarul beszélnek 1913 óta, tehát érdekes módon a magyarországi ortodoxia, vagy a görög-keleti egyház az ugye azért érdekes, mert tulajdonképpen, hogyha a görög katolicizmusról beszélünk, akkor ez egy teljesen normális dolog. Már olyan szempontból, hogy régóta el vannak magyarosodva, akár Kárpátaljára gondolunk, akár a magyarországi részre, és ez most gyakorlatilag mióta 1944-45-ben a zsidóságot megtizedelték, ők számítanak a harmadik legnagyobb létszámú egyháznak a mai Magyarországnak a területén. De ott vannak Eperjes környékén, Kelet-Szlovákiában, ott vannak Kárpátalján. Kárpátalján van egy 30-40 ezres magyar görög katolikus közösség, ugye a fő búcsújáróhelyük az Máriapocs, hogyha valakinek nem jutna eszébe, akkor Máriapocsról biztos, hogy eszébe fog jutni ez az egyház. És még egy nagyon fontos dologra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy az ortodoxiának a derékadát, azt az oroszok képviselik, fele az ortodoxoknak az oroszokból tevődik össze. A nagyobbik részük ugye a mai Orosz Föderációnak a területén található meg, és az orosz kivételesség tudatnak az egyik gyökere az, hogy Konstantinápoly a 15. század második felében elesett. És ugye az oroszok ezt úgy fogalmazták meg, hogy Konstantinápoly a bűnei miatt esett el. Ugye az ortodoxia egy ilyen viszonylag decentralizált struktúrában kell elképzelni, hogy mellé rendelt patriarkátusok, illetve egyházmegyei kormányzatok vannak, de maga az egyház is eléggé olyan, hogyha mondjuk alapítottak valahol egy közösséget, akkor az autonóm módon tudott fejlődni, illetve hát tevékenykedni. Érdekes módon. Ez azért érdekes, mert ugye az ortodoxia az orosz államnak a politikájában az orosz központi hatalmat támogató szellemi szervezet volt, aminek azért óriási a jelentősége, mert a tatár uralommal ez volt az egyetlen egységes, mondjuk így, hogy intézmény. És miután az orosz nép kb. Kétszer annyi ideig tűrte az idegen elnyomást, mint mondjuk nálunk az oszmán uralmat a magyarok, ezért egy elég jelentős mértékben népszerű intézménynek számított, és az egyház, a lelki hatalom, illetve a politikai hatalom azok egymást támogatták végig, egészen a 16. század végéig, amikor valójában a
patriarkátus, a moszkvai patriarkátus az ugye megkapta azt a rangot, már ugye kefálával, autokefálával, tehát önállóvával 100 évvel korábban is, de azt a fajta mondjuk így, hogy központi szerepet azt a Rettegett Ivánnak az uralkodásának a végén kapta meg az egyházat. Azért hívom erre fel a figyelmet, mert ugyanebben az időszakban a Lengyel-Litván Uniónak a területén 1596-ban létrejött az Unió, amely gyakorlatilag a görög-katolikus egyháznak a megszületését jelentette. A görög-katolikus egyház az gyakorlatilag csak abban különbözik az ortodoxiától, hogy egyházfőnek a pápát ismeri el, tehát betagozódik gyakorlatilag a nyugati rendszerbe, és ebből elég erőteljes kulturális különbözőség alakul ki ettől kezdve. Ugye ez a Lengyel-Litván állam területén alakul meg, de hogyha Magyarország területéből indulunk ki, akkor azt kell tudni, hogy az Ungvári Unió az 1646-ban jön létre, és Mária Terézia idején alakítják meg Ungvár központtal 1771-ben a görögkatolikus egyházat, és az unitusok néven is ismert egyébként Magyarországon. Ha a szerveződés tekintetében vizsgáljuk, akkor azt kell tudni, hogy az ortodox, mondjuk így, hogy közösségeknél a pap, hogyha belépünk egy ilyen ortodox templomba, akkor együtt lélegzik, együtt van gyakorlatilag a közösséggel. Ez azért fontos, mert az ortodoxiában az alsó papság az gyakorlatilag nősülhetett, házasodhatott. Ugyanazt az életet élte, mint az őt körülvevő közösség. Ez így a Szerbiától kezdve, Kárpátalján át, a mai Ukrajnához tartozó területeken keresztül egészen le a délig Bulgáriáig, a görög területekig. Ez azt is jelenti, hogy adott esetben, hogyha mondjuk támadás érte a közösséget, akkor a papok vezették gyakorlatilag háborúba az illető közösséget. Tehát, hogyha az ikonosztászt látjuk, akkor ugye ez egy nagyon impresszív, mondjuk így, hogy látvány, és ugye a pap az együtt, mutatja be mindazt, ami a Szentírásban van. Nagyon gyakran előfordult egyébként, hogy a helyi nyelveken, tehát mert ugye a románok is ortodoxok, illetve az románoknak a döntő többsége ortodox, egy kisebbségük ugye görög-katolikus, egyébként a román nacionalizmus a görög-katolikus Erdély-Triásznak a 18. század végi újítása és ehhez képest. Tehát mondjuk egy elég érdekes, hogy az ószláva a szent nyelv a románoknál, de ennek ellenére a román nacionalizmusnak, az újkori román nacionalizmusnak a melegágya az a görög-katolicizmus. De a lényeg az, hogy ugye a görög-katolicizmus az nagyon gyakran, tehát magyaroknál is egyébként, nem ismert el a görög-katolikus vagy a katolikus egyház Róma sose ezeknek a magyar nyelvű, mondjuk így, hogy magyarázatoknak a jogszerűségét, de eltűrte, a 20. században már ezeket eltűrte. Na most még amit ezzel a kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy ez az együttlélegzés, hogyha a görög-katolicizmusból indulunk ki, akkor a felső papságnál tilos volt a nősülés, hogyha valaki az egyházi hierarchián túl akart emelkedni, de az alsó papság tekintetében ugyanaz volt, mint az ortodoxiánál. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a szent könyvek meg a liturgia az egy az egybe ugyanaz volt. Volt bizonyos szétfejlődés, hiszen ugye a ruszinokat, a ruszinoknak a döntő többsége Kárpátalján az a görög-katolicizmushoz, görög-katolicizmusnak a híve volt, töredéke volt, hát egy ilyen 20, maximum 25%-a volt a pravoszláviának a híve. 20. század elején érdekes módon nem értem, hogy a csehszlovák hatóságok miért istápolták annyira az ortodoxiát, de hát ez történt. Ez az arány valamennyire emelkedett. De Kárpátaljának az ortodoxá válásában nem ez a momentum játszott alapvető szerepet, hanem majd az 1945 utáni történet, amikor a szláv lakosságnak a fele gyakorlatilag a mai Kárpátalja területén az betelepült lakosságot jelent. Tehát ennek következtében nőtt meg, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ennek a régiónak is az ortodox lakosság, hogyha lehet így fogalmazni, továbbá annak a momentumnak a következtében, miután ellenforradalmi egyházként volt nyilvántartva a legnagyobb potenciális, mondjuk így, hogy versenytársként a görög-katolicizmus, ezért a szovjet hatóságok Sztálinék üldözték a görög-katolikus egyházat, a legfőbb, mondjuk így, hogy papjaikat Kazasztánba meg máshová deportálták, illetve kivégezték, vagy elüttették mondjuk teherautókkal. Tehát ezen már gyakorlatilag akkor is nevettek a nyugatiak, hogyha valakit mondjuk egy ilyen baleset ért, akkor hogy az milyen körülmények között következett be.
Ahogy elhangzott már az, hogy együttműködött az ortodoxia is valamilyen módon a politikával vagy az államhatalommal, erre vonatkozna a kérdésem. Ugye 1054-ben tartjuk számon a nagy egyházszakadást, amikor a katolicizmus létrejön, és az ortodoxia, de javíts ki kérlek, hogyha ez nem így van. Én ezt találtam, hogy 1054 ennek az időpontja, a dátuma, és az érdekelne engem, hogy ugye a nyugati kereszténységről azért átlagosan a Magyarországon többet tudunk, többet tanultunk róla, és azt látjuk, hogy itt évszázadok alatt nagyon erősen együttműködtek a királyokkal, ugye az egyházi vezetők és a többi. Ez az ortodox világban hogyan működött? Ebben hasonló volt-e például a nyugati kereszténységhez? És nagyon sok minden elhangzott, nyugodtan erre is reagálj. Ugye alapvetően az 1054 ez egy szimbolikus időpont. Egyrésztről létre nem jön semmi új, hanem addigra már ez a szétfejlődés, ha lehet így fogalmazni, magától megtörténik. Ennek egy nulladik pontja az az, hogy amikor a római birodalomra gondolunk, keleten nem beszélnek latinul. Tehát a birodalom keleti tartományaiba, Anatóliába, Szíriába és hasonló részeken az adminisztratív rész, meg az oda letelepült legionáriusok beszélnek, de a birodalom nyelve, a birodalom hivatalos nyelve gyakorlatilag a görög lesz. És még nyugaton a latin, ugye, és erre az alapra épül az egész különbség részben, hogy már a nyelvi különbség is megvan, és idővel egészen egyszerűen ugyan egyik nagy különbség az az, hogy keleten töretlen a történelem. Tehát 1453-ig Róma áll, ugye Konstantinápoly az új Róma, minden ostromot egy héjen kibír, azután is valahogy túlteszi magát, míg nyugaton megszűnik, tehát ugye megszűnik nyugaton a birodalom, és így lesz az, hogy egymagába a rommező közepén ott áll Róma, ugye egész város romba, és így jön létre Vatikán a semmi közepén, gyakorlatilag a porrá pusztított birodalom, porrá pusztított fővárosába, aki elkezdi a saját kis életét élni, és viszonylagos közepes jelentéktelenség közepette, míg nem, ugye a frank királysággal megkötik azt a szövetséget, hogy oké, mi legitimálunk téged akkor, mint királyt, cserébe te viszont földrajzilag, tehát a fizikai valóságban, mint király, meg fogsz minket védeni. Ez keleten mindig is együtt megy, soha nem tud kiválni az egyház az uralkodó alól, és nem tud az ilyen domináns pozícióba kerülni, mert egészen egyszerűen mindig ott a császár fölötte, és ahogy fogalmaznak a mai nap is a görögök keleten, hogy ugye nincs zsinat, mióta elesik Konstantinápoly, nincs új zsinat keleten se, pánortodox zsinat, most lett volna egy, amit oroszok elszabotáltak, utolsó zsinatok, ugye 1054 alatt vannak az összkeresztényi zsinatok, hogy maga az ortodoxia arra épül, hogy a császár elnököl. Tehát, hogy ott vannak a püspökök, szépen elvitatkozgatnak egymással, de ott a császár, aki megmondja a nap végén, hogy akkor, ha ez így, ha az úgy, akkor mi lesz a döntés. Jó, hát egyre azért egészítsük, hogy tulajdonképpen Retteget Iván időszakától kezdődően működik ez. Tehát ez egy nem, ez így lesz. Működik Bizáncban. Amíg... De én most a széttagoltságra gondolok, ahogy gyakorlatilag széttagolt orosz fejedelemségek vannak, és a politikai hatalom az azt lehet mondani, hogy elhanyagolható, és az egyetlen összefogó erő az a patriarkátus, a moszkvai patriarka lesz ez, aki igazából kiemelkedik a, mondjuk így, hogy a Én most közül. Még a kelet-római birodalomról beszélek, amit átvesznek a rómaiak, hogy mit vesznek, vagy a oroszok hogy mit vesznek át, és miért vesznek át. Tehát ennek az egésznek a gyökere, ha ugye ma Bizáncnak nevezett kelet-római birodalomban van, ahol nem tud kijönni az egyház az uralkodó alól, és ez kerül át később a kijevi Ruszba, majd pedig az oroszokhoz, és lényegében azóta soha nem képes arra az ortodoxia, ugye Retteget Iván az, aki végletesen beteszi a kaput a függetlenségének az egyháznak, mindig is alárendelt szerepet játszik az uralkodóval szemben, és ennek egy érdekes... Nem Retteget Iván, Nagy Péter, mert a Retteget Ivánnál ugye akkor alakítják ki tulajdonképpen, azt lehet mondani, hogy az önálló lábakon álló moszkvai patriarkátust, ami azt jelenti, hogy igazából ők lesznek azok, akik egyesítik a különböző, mondjuk így, hogy Oroszország területén lévő egyházmegyei kormányzatokat. Tehát, hogyha lehet így fogalmazni, akkor az orosz ortodox egyház a maga jelentőségét a 16. század végén éri el csupán, és az úgynevezett zavaros időszak, ami ugye 1613-ban ér véget, és szimbolikusan ugye a Romanov dinasztiájának a felemelkedésével fogalmazódik meg,
aki ugye az orosz ortodox egyházból jön, tehát a Romanov dinasztia, akit majd a bolsevikok zavarnak el második Miklós személyébe, illetve végzik ki gyakorlatilag. Tehát itt van egy olyan időszak, mondjuk így, hogy 1580-as és az 1721-es időszak között, amikor Nagy Péter államosítja gyakorlatilag az egyházat, és onnantól kezdve azt lehet mondani, nincsen menekvés. Tehát ugyanazt a munkát elvégzi, amit mondjuk az anglikán egyház tekintetében, hogyha jól emlékszem, akkor 8. Henrik, hogy betagozza gyakorlatilag az egyházat egy minisztérium alá, melyet ugye az Ober neve is jelezi, hogy a Szent Színódusnak a főügyésze, amit hogyha oroszul használunk, mint kifejezést, akkor Oberprokurornak nevezik el. Onnantól kezdve az ortodox egyháznak olyan túl sok mozgás területe nincsen. Onnantól kezdve szervezetileg is szépen be van tagolva az orosz államnak a szerkezetébe. Ott van egy nagy vita a Raskol környékén a 17. század közepétől egészen Nagy Péter hát minisztérium, egyházi minisztérium alakításaik, hogyha lehet így fogalmazni, amikor az ortodox egyháznak kezd egy kicsit, hogyha úgy mondom, hát vitája lenni az állammal, hogy ki az, aki jobban tudja itt az igazságot képviselni. Az, hogy eljussunk a mai napjainkig, ezért kérem, hogy olyan módon ugorjunk egyet azért mégis, hogy beszélhessünk egy picit most az ukrán tehát az ukránoknak, hogy hova tartoznak, ugye konstantinápolyi pátriárka alá, ha jól értettem, és ugye a moszkvai pátriárka alá pedig Oroszország, jól mondom, de kijavítasz majd, és hogy ezeknek milyen a kapcsolata, és mikor történt meg ez a fajta kettéválás, és jussunk el valahogy a mához. Néhány nagy ugrással akkor. Amikor a moszkvai pátriárkátus függetlenné válik, akkor ez Kijevet nem érinti elsősorba. Ugye mindenhova a konstantinápolyi pátriárka nevezi ki a metropolitát, viszont átadja a helyzetre való tekintettel a moszkvai pátriárkátusnak azt a jogot. Mivel hogy nem tud fizikailag ott lenni ugye a mai Ukrajna területén, és így kerül a mai Ukrajna a kijevi egyház, vagy Kijev központú metropólia az oroszok alá. És ugye a jelenlegi probléma is ide megy vissza a Konstantinápoly és Moszkva közötti, hogy Konstantinápoly arra hivatkozik, hogy ezt mi átadtuk idéglenesen, elég hosszú idéglenességgel, és most úgy döntöttünk, hogy visszavesszük. És erre van párhuzam amúgy, tehát Konstantinápoly, amikor létrejön a mai Görögország, akkor felméri, hogy ugye Konstantinápoly marad az Oszmán Birodalomba, van egy független Görögország, az egyik verzió, hogy költözik a pátriárkátus, helyette úgy döntenek, hogy létrejön az aténi érsekség, majd amikor ugye ez az első időszak, meghódítják mai Görögország északi részét, az akkor rögzítik a határt Konstantinápoly és Aténi között, az Konstantinápolyhoz tartozik. Viszont felmérvén Konstantinápoly, hogy Görögország ott vannak a görögök, ő pedig később Törökország marad, átadja ugyanezt a jogot. Tehát ennek van precedense, hogy hivatalosan ő csak rábólint, vagy néha az se, és intézik, de maga a jog az tőle van, és az övé. És így kerül lényegében Moszkva alá be a, hát akkor még ukrán tudattal nem rendelkező, mondjuk a rusznak a maradéka a tatárok után, és ez a konfliktus éleződik ki újra az elmúlt évekbe. Eleinte nincs ezzel probléma, mert hát, hogy minden egyház megye a mai Ukrajna területén ugye Moszkva alá tartozik, de hát idővel, ahogy a két ország között egyre feszültebbé válik a konfliktus, létrejön egy el nem ismert független ukrán egyház, majd pedig ugye a legutóbbi harmadik verzió a Konstantinápoly által elismert független ukrán egyház. Még annyival egészíteném ki, ugye, hogy a Breszti Vallási Unió után a ma Ukrajnához tartozó területeken, tehát így Kijev környékén és Zaporozsia, stb. Ott a vallási uniót azt a nép nem ismerte el. Tehát ott ragaszkodtak gyakorlatilag ugye a keleti ortodoxiához, hogyha lehet így fogalmazni. A keleti ortodoxia az ugye Moszkvának a befolyását jelentette gyakorlatilag, ami ekkor már Szentpétervár, tehát a birodalom ekkor már Szentpétervár központú.
És még annyit kell tudni, hogy az ukránoknak egy része az gyakorlatilag erőteljesen görögkatolikus, itt a nyugat-ukrajnai részekre gondolok, tehát az ukrán nacionalizmusnak a meleg ágya gyakorlatilag a Lemberg és környéke ez a terület, de egyébként hozzáteszem, hogy az utolsó 40-50 évben alakult ez így, mert a Kárpátalján a görögkatolicizmus ugye az, hogyha lehet így mondani, akkor toleráns a nemzetiségekkel kapcsolatosan. Tehát nincs ez a fajta, mondjuk így, hogy magyar gyűlölet, ami a nyugatuk, meg más nemzetgyűlölet, ami a nyugat-ukránoknál tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a nemzeti tudatnak a részét képezi. Amiről mi most beszélünk, és ami érdekes, az ugye az ortodoxián belüli önálló ukrán ortodox egyháznak a megalakulása, ami nagyon friss. Tehát ezzel kapcsolatosan voltak igazából viták. Ez 2019. januárja óta létezik, amikor ugye Poroshenko beszélt egyébként a konstantinápolyi, mondjuk így, hogy egyházi vezetéssel is, hogy tegyenek egy lépést ebbe az irányba. Ez valóban így van egyébként, hogy mondjuk az ortodox egyházak azok ugye nem egy központból, nem annyira egy központból irányítottak, így a pontos a kifejezés, mint Róma, ami tulajdonképpen egy centralizált egyházi irányítást jelent a pápa személyében, hanem inkább egymáshoz rendeltek. De miután ugye a moszkvai patriarkátusnak kiemelt és központi szerepe volt, ezért, hogyha a számarányokat vizsgáljuk, akkor a kievi patriarkátushoz, a mostanihoz 8000 egyházi közösség tartozik, a moszkvaihoz, Ukrajna területéről beszélünk természetesen, meg 12000. A moszkvai patriarkátus fennhatóságát elismerő ukrajnai egyháznak a vezetőjét, azt az ukrán, mondjuk így, hogy állami hatóságok azért erőteljesen figyelik, és ezt ők szóvá is teszik, és tulajdonképpen ma kvázi moszkvai ügynökeinek tekintik őket. A másik fajta egyház, mondjuk így, hogy ortodox egyházat, ami Ukrajna területén létezik, azt meg ugye bátorítják, hogyha lehet így fogalmazni. Úgyhogy nem látjuk még egyébként, hogy mondjuk egyházi szempontból miként fog alakulni ez a viszony az elkövetkező időszakban, de hát azt látni kell, hogy moszkvai, mondjuk így, hogy egyházi vezetés az a Putyinnak a katonai akcióját, azt teljes mellszélességgel támogatja a mai Ukrajna területén. Tehát az úgynevezett különleges katonai művelet mögé beállt az orosz legfőbb egyházi vezetés is, és ezért ugye vissza tudunk mindannyian emlékezni, hogy ki akarták tiltani gyakorlatilag az Európai Unió területéről a legfőbb moszkvai egyházvezetőket. Ugye pont Orbán Viktor volt az, aki az egyházi szabadságra hivatkozva, a lelkiismereti szabadságra hivatkozva ezt a döntést, ezt megvétózta. Úgyhogy így állunk gyakorlatilag, hogyha politikai szinten beszélünk erről az egész történetről. Beszélhetünk egyébként arról is, hogy a Sztálin idején gyakorlatilag az ortodox egyháznak a vezetőit, a KGB-nek a százados tizedesei voltak. Az egyházi vezetők annak ellenére letörölték a kétharmadát a személyi állományoknak a föld színéről. A nagy honvédő háború, tehát amit a németek ellen hirdettek meg 41 júniusától kezdődően, azok gyakorlatilag beálltak egyik percről a másikra. Döbbenetes egyébként, a június 22-én már reagált az ortodox egyház arra, hogy a német ellenség megtámadott bennünket, és Alekszandr Nyevszkijnek, meg az összes többi, mondjuk így, hogy orosz hősnek az útját kell követnünk, és a halálunkig ellenállunk ennek a mocsoknak, és letöröljük őket a földszínéről. Sztálin tulajdonképpen rá két hétre, körülbelül ezek közül, a fordulatok közül néhányat beemel a saját rádió beszédébe, addig egyébként csendben van. Tehát csak Molotov nyilatkozik a rádióban, és innentől kezdve láthatjuk azt, hogy mondjuk az orosz politikában, vagy a szovjet-orosz politikában milyen jelentős szerepe van gyakorlatilag ennek a fajta vonulatnak, de hozzáteszem egyébként, hogy a muszlim népeknek a erejét is, vagy a hangját is próbálták felhasználni, és fel is használták egyébként a II. Világháborúban a németek ellen a sztálini szovjet, mondjuk így, hogy pártkori feusok. A napjainkhoz visszatérve, ugye a moszkvai pátriárka Kirill és a konstantinápolyi pátriárka Bartolomaos, de ezt a nevet majd kérem, hogy akkor te helyesen ejtsd ki, és pont erre szerettem volna rákérdezni, ugye Kirill pátriárka egyébként megáldotta ezt a különleges hadműveletet, és olyan cikkek is jelentek meg, hogy teljes bűnbocsánatot hirdetett azoknak, akik az Ukrajnában esnek el orosz katonaként.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy eleve ezt a többiek hogyan fogadják, és ugye Bartolomeusz pedig Ukrajnába látogatott még márciusban, és elítélte az orosz agressziót, sőt az orosz egyházi befolyás alól úgy tűnik az ukrán ortodoxia teljesen függetlenítette is magát, ugye erről beszéltünk is, tehát ez a folyamat még teljesebbé válik ezzel a háborúval, ha úgy tetszik. Beszéljünk egy kicsit erről a konfliktusról a két pátriárka között. Ja, ennek a leképeződése Ukrajnában abban nyilvánul meg, hogy egy egyházközség kit kommemorál. Tehát az egyházközség főpapja, amikor liturgia van, ugye, ha nem a főpap van, akkor mindig a aktuális metropolitát kommemorálják, aki ugye a pátriárkák alatt van, de hogy a főpapok kiket kommemorálnak, ugye az alapján dől el, hogy hova számítják magukat, mint egyházközség. És amikor kitör a háború, és Kirill megteszi a szóban forgó nyilatkozatait, az egy óriási törés lesz az Ukrajnába még hozzátartozó egyházközségek számára, mert azt látják, hogy ők ugye ezzel ráadásul Kelet-Ukrajnáról beszélünk, tehát a orosz határon lévő részekről, hogy ők ott vannak, és őket ágyúzzák, lövik az oroszok folyamatosan, az ő templomaikat lövik az oroszok, és hát az első hetekben, hónapokban folyamatosan döntenek úgy, hogy ők innentől Kirillnek a nevét nem kommemorálják, ami abba a konfliktusba érkezik bele, hogy nagyon szép dolog, hogy azt mondja Bartolomeusz, hogy létrejön innentől egy ukrán egyház, de hát akkor hogy kerülnek át például, melyik templom kerül át, vagyoni dolgok hogy kerülnek át. Ez háború nélkül is egy nagyon hosszú folyamat lenne, amiben az állam nyilván nyomást próbál gyakorolni. A két pátriárka közötti különbség, a két felfogásbeli különbség leginkább abban fogható meg, hogy amikor megteszik ki ezt az utóbbi nyilatkozatát, akkor előkerül a ortodox sajtóban manapság az a hír, amikor a 1200-as évek környéket, ha nem tévedek, bizánci császára meg akarja kérni a messze alárendelt konstantinápolyi pátriárkát, hogy nyilvánítsa ő is hasonló módon az ő harcosait is, tehát az ő katonáit, akik elesnek a háborúba vértanúknak, és azt mondja a messze alárendelt konstantinápolyi pátriárka, hogy nem, mert hogy az ortodoxiában a háború az bűn, és hogy ő nem fog soha senkit. És míg a sokkal történelmileg is rossz helyzetbe, tehát hogy ezt tudni kell, hogy a konstantinápolyi pátriárkák, ha ellent mondtak a császárnak, volt, hogy száműzték őket, megvakították őket, megölték őket, letették a trónról, tehát ennek voltak következményei, ennek ellenére időről időre ezt megmerték tenni, ez a ortodox egyháznak azért a gerincét ezedje a normál esetben. Erre hasonló példa Moszkvában nincsen. Tehát, hogy Moszkvában mindig is egyfajta alárendeltség van, és ezt a típusú konfliktust már nem vállalják föl alapvetően. És jelenleg is ugye sokkal könnyebb Bartolomeusznak beszélnie, mert hát nyilván elég messze van a konfliktustól, míg Kirill számára, aki egy aki nagyon jó esélye egy KGB ügynök, és voltak arra próbálkozásai, miután pátriárkai székét trónját elfoglalta, hogy megpróbáljon egy valamilyen szintű független irányt vinni, de nagyon gyorsan úgy tűnik, hogy az orosz titkosszolgálatok kompromittálták, és rávilágítottak arra, hogy semmi jóra nem számíthat, hogyha megpróbál Putyintól független irányzatot vinni, így azóta is. Tehát ugye a záró gondolatként ehhez a részhez olyan nonsens dolgok történnek meg jelenleg Kirill alatt a orosz egyházba, mint hogy a hadsereg templomát építik talán Moszkva mellett, egy főszékes egyházát talán, és az ikonok között eredetleg Sztálin ott lett volna, mert hogy az orosz történelem, na most az a Sztálin, aki mint elhangzott, hát nem hozott sok boldogságot, tehát egyrészt egy kommunista, ateista diktátor, aki 100 000 számra ölte a ortodox hívőket, papokat és mindent, és jelenleg egy olyan katyvaz, ha ilyen súnya szóval lehet élni, állt össze, amiben már a teljes nacionalizmus van. Tehát amikor végeztek jelenleg egy felmérést Európába 1-2 évvel ezelőtt, hogy milyen arányba tartják az emberek vallásosnak magukat Európa országaiba. És az jött ki, hogy szinte minden országban, talán a lengyeleket leszámítva, az ortodoxok a legvallásosabbak, viszont minden szóban forgó országban ezek etnikai egyházakká váltak. Tehát, hogy egy bolgár nem lehet csak bolgár ortodox, egy orosz nem lehet csak orosz ortodox, és a többi, és a többi. És egy nagyon erős fordulat állt be így a nacionalizmus és az ortodoxia között az elmúlt időszakban, miközben pont, hogy az ortodoxiának ez nem lenne a sajátja.
A mostani konfliktusnak van egyébként olyan rétege, amire akár ez a vallás háború kifejezés illik, vagy sem? Ez lenne az egyik kérdés. Ugye az orosz birodalmi ideológiában úgy tudom, hogy az 1800-as évektől fontos elem az, hogy az ortodox vallás mennyire fontos, és hogy az álláspontjuk szerint az ortodox hívőknek mind egy birodalomban kéne egyesülniük. Az ez korábbi egyébként, korábbi, tehát az érdekessége az orosz államnak az az, hogy ez egy birodalmi tudat, tehát a nacionalizmus, az a 19. században megszülető modern, mondjuk így, hogy nacionalizmus az is birodalom központú. Tehát az 1829-es orosz-török háború az orosz állam történetében, amikor a szentpétervári apparátus rájön arra, hogy az ortodoxia kevés a missziós tudathoz, ahhoz, hogy a Balkánon mondjuk az oroszok azok hát eredményesen tudjanak tevékenykedni, hiszen az államapparátusnak a nagyobbik részét azt ekkor már hidegen hagyta az, hogy mondjuk az ortodox testvérek érdekében kell ott különböző hadműveleteket irányítani. És ekkortól kezdve jött a hivatalos népiségnek az ideológiája, ami azt jelentette, hogy a népiséget is beletették ebbe az úgynevezett szent triászba az ortodoxián kívül, meg az önkényuralmat. Tehát magát az államnak a berendezkedését, amire azt mondták, hogy hát Nyugat-Európa a demokratikus, mondjuk nem így fogalmaztak, akkor majd csak később, hogy a demokratikus rohadásnak az útjára lépett. Bezzeg nálunk ortodoxia van, önkényuralom van, ami azt jelenti, hogy a nép és a parasztság, jobbágyság közötti különbség nem létezik. Tulajdonképpen az államapparátusnak a részét képező nemesség az, ami tulajdonképpen Péter óta egyfajta ilyen idegen elem. Tehát, hogyha ezt kiküszöböljük, mondták a nyugatosok ellenfelei, a szlavofilek, hogy ha ezt eltüntetjük, akkor a cár és a nép közötti különbség az ideális lesz. A klasszikus nacionalizmus az a 20. századnak a terméke, és hogyha most itt az ortodoxiának a nacionalizmusban betöltött szerepét vizsgáljuk, akkor ugye ezek furcsa dolgok, hogy a Sztálin, aki elképesztő pusztítást végzett a saját, mondjuk így, hogy orosz ortodox egyház soraiban, az tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy bekebelezi az orosz ortodox egyházat, és nagyon sokakat közülük valóban a KGB-nek, valaki a KGB-nek a munkatársa lesz gyakorlatilag. Ezt nem vizsgálták még igazán, nincsen ennek feltárva minden részlete, de az biztos, hogy az ortodox egyház a Szovjetunió megtámadása után előadta az elbújtatott, mondjuk így, hogy egyházi kincseket és egy egész páncélos hadosztályt hát látott el. Szerelt fel gyakorlatilag fegyverekkel a második világháború során. Tehát mondom, ez a fajta mondjuk így, hogy szimbiózis egészen a Hruscsov időszakig tartott, és az ortodox egyháznak a rossz története, hogyha úgy lehet fogalmazni, 59-es keltezésű, és tartott egészen 1988-ig, amikor a perestroika idején azt lehet mondani, hogy visszakapta az ortodox egyház azt a helyet, amit korábban elfoglalt, sőt, hát annál ahhoz képest azért többet, mert önálló, mondjuk így, hogy egyház megyei, hát funkciókat és ahhoz kapcsolódó, mondjuk így, hogy intézmény szervezési privilégiumokat kapott, és hogyha visszagondolunk arra, hogy 2007-ben az emigrációba kényszerített orosz egyháznak az amerikai központú volt, a jelentősebbik része az ugye betért a moszkvai, mondjuk így, hogy vezetés alá, a másik része az kint maradt ezen kívül, akkor azt lehet mondani, hogy egy kicsit még azt lehet nemzetközi méretekben is elismertebbé vált a moszkvai vezetésnek a szerepe, hogyha lehet így fogalmazni. Nyugodtan reagálj az elhangzottakra, és akkor az utolsó kérdésemet közben azért hagyd tegyen fel. Putyin vallásossága, vagy egy ilyen, hogy mondjam, vallásvédő szerep van e mögött, a háború mögött? Alapvetően az egyház a politika kezébe Kelet-Európába, hogyha nagyon erősen kéz a kézbe jár a kettő, egy erős fegyverré vált, és Putyin ennek egy sarkalatos pontja próbál lenni, ahol az orosz néplélekre akarván hatni. Az orosz ideológia, ez a ruszinszki mir, az orosz világkép, ugye az egész gondolatnak az alapja, ami eddig nem hangzott el, ugye, hogy Moszkva a harmadik Róma. Tehát, hogy a birodalmak hagyományozódás, hogy elesik Róma,
Róma után Konstantinápoly lesz, eleszik Konstantinápoly, és maga Róma az Moszkvába öröklődik át. Ugye ez alapgondolat, aminek a mentén próbál Putyin is érvelni, és hát, hogy őket megilleti egyrésztről, hogy ez az orosz elképzelésben egész Kelet-Európa, tehát minden, a beloruszok, az ukránok, hogy mindenkinek, hogy egy történelmi küldetés tudat van e mögött, egy birodalmi tudat. Bocsánat, nem csak az ukránok, meg a beloruszok, hanem az egész világ. Tehát ugye a katolicizmus... A világ, vagy az a világ ortodoxai? Nem. A világ kereszténei. Tehát az igazi kereszténység az a pravoszlávia, az ortodox hit. Az azt jelenti, hogy ugye Róma elesett a saját bűnei miatt. Konstantinápoly elesett a saját bűnei miatt, és mi megkaptuk az ő örökségét. Moszkva harmadik Róma, negyedik Róma meg nem lesz. Tehát, hogyha a Dosztojevszkijnek a nagy inkvizitorról szóló legendáját tanulmányozzuk, ott ugye abból indulhat ki az ember, hogy ez az inkvizícióról szól, de ez nem csak az inkvizícióról szól, hanem a katolicizmusról. Uh-huh. Tehát azt lehet mondani, hogy ha Nikolaj Danilevszkijnek előveszük az Oroszország és Európa című 1871-ben végül könyvformában is megjelent munkáját. Ugye az azt jelenti, hogy a pravoszlávia meg a protestantizmus, amely ugye tulajdonképpen egy antitézis volt a katolicizmushoz képest, az a szövetségese lehetne. De Danilevszkij nagyon határozottan elmondja ezt a könyvet, egyébként legalább 7-szer adták ki a perestroika óta különböző kiadásokban Oroszországban, csak erről nem tudnálunk senki semmit. De az alapvető üzenete az az, hogy a protestantizmus, az a hazugság, a katolicizmus a hazugságnak az egyik formája, a protestantizmus az meg a másik fajta, és az igaziak azok mi vagyunk. Tehát mi vagyunk a misszió, mi fogjuk megváltani, ez Dosztojevszkij nagyon tisztán ott van, mi fogjuk megváltani egész Európát, az ortodoxia. Tehát ez nem pusztán a szláv etnikai állományra korlátozódik, hanem az egész világra. Van itt egy elég erőteljes missziós tudat. Részben ez így van, de Moszkvának az igényei alapvetően mind földrajzilag, mind kulturálisan nem arra terjednek ki, hogy ők most Londont és Malagát szerezzék meg Moszkva számára, hanem hogy Kelet-Európába egyrésztről folyamatos konfliktus áll fönt évszázadok óta a konstantinápolyi pátriárkátus és Moszkva között, aminek az alapvető oka az az, hogy az öt pátriárkátusból Rómát illette meg az elsőség, az első primus inter pares első az egyenlők között, úgy a négy hagyományos keletiből pedig Konstantinápolyt, és nem hogy Moszkvával szembe, hanem az összes többivel szembe is. És Moszkva úgy érezvén, hogy a ő létszáma, ugye tényleg az lényegében a török-görög lakosságcsere után egy óriási vérveszteséget szenved a görög ortodoxia, illetve az 1800-as évek közepén, amikor még a megáli ideával tényleg reális opció, hogy a mai Bulgária tengerparti része, a Krím adott esetben, a teljes Pontuszi rész, de még Szíria egyes részei is az egykori bizánci fénybe és a görög ortodox alapon egyesüljenek, ezek a részek különböző okoknál fogva elvesznek idővel, viszont Moszkva mindent megtesz azért, hogy úgy állítsa be Konstantinápolyt, mint egy erővel nem rendelkező, vén, öreg, és csak valami régi hagyományra hivatkozó ellenfelet, miközben igazából Moszkva az, aki folyamatosan időről időre minden nemű hagyományt feje tetejére állít, és nagyjából 50 év munkája volt most például abba, hogy megtartották volna az első pán-ortodox zsinatot, az összes keleti ortodox egyház részt vett volna rajta, míg nem, nagyjából 2 héttel előtte Moszkva úgy érezte, hogy ez Krétán lett volna, hogy akkor ő mégse, tehát hogy mindent megtenni az utolsó pillanatig, hogy bármit elszabotálni, ami összortodox lenne, ami a békére törekedne, és kizárólag erőnek az erejével, tehát semmilyen hitéleti, amire hivatkoznak, azoknak egy jelentős része nem úgy van, vagy téves dolgokra, nem is próbálnak hitéleti vitákba belemenni Konstantinápollyal, erőnek erejével, amit el lehet venni, azt el lehet venni, amit nem lehet elvenni, azt meg ugyanúgy megpróbáljuk elvenni. És ugye Moszkvának vannak hagyományos szövetségesei ebbe, ugye az antiókiai egyház hagyományosan nagyon jó viszonyt ápol, ezért általában mellettük szavaznak minden ilyen problémába, illetve hát nyilván a kicsit megfélemlített grúz egyháznak sincsenek olyan nagy lehetőségei Oroszország mellett, hogy látványosan ellenkezzenek ezzel, illetve a szerbek is az ő oldalukon vannak. Így van az ortodoxián belül egy nagy szakadás, amiben az egyik oldalt van Moszkva és az ő szövetségesei, és nagyjából ez a konfliktus terjed ki hitéleti szinten most Kelet-Ukrajnára,
Csak hát látszik, hogy azért, amikor ortodox ortodoxot öl Ukrajnába, azért nem túl gyakori, hogy ortodox ortodoxot öljön, bár ezt fontos hozzátenni, hogy a ukrán hadseregbe azon túlmenően szolgálnak kárpátai magyarok, akik nem ortodoxok alapvetően többségükbe, szolgálnak tatárok, akik muzulmánok, szolgálnak zsidók. Ugyanúgy az orosz hadsereg is nagyon látványosan törekszik arra amúgy, hogy valóságban ne ortodoxokat küldjön oda, és főleg ne oroszokat küldjön Ukrajnába. Az orosz hadsereg teljesen egyértelmű módon arra törekszik, hogy muzulmánokat küldjön egyrészt, mert ők nem a féltest, tehát vallásilag, tehát ők nem egy oroszra, nem egy orosz támad ukránra, mert egy orosz nem támad egy ukránra olyan könnyen. Nem egy ortodox támad egy ortodoxra, hanem egy csecsen, egy muzulmán csecsem, vagy egy buddhista búrját, akik mongolok, és ezeket a nációkat szemezgetik, kik szándékosan a birodalom olyan távoli pontjáról, akik számára semmit nem jelent az, hogy Ukrajna, semmit nem jelent az, hogy ortodoxia, és úgy hivatkozik Oroszország erre az egész támadásra, hogy míg a kereszténység védelmezője, hogy alapvetően muzulmánokat és mindenféle létező egyéb kisebbséget. A mostani mozgósítás kapcsán is nagyon látványosan látszanak a számokból, hogy Pétervárról és Moszkvából szinte senki nem ment a mozgósításba, még mondjuk van olyan búrját falu, a lakosság 50%-át elvitték egy nap alatt. Ugye vannak a hírek Dagesztánból, hogy lezárták az utakat, ugye van, ahol le is lőtték a toborzó tiszteket, tehát olyan durva eltérés van, hogy mindent megtesz Putyin a valóságban azért, hogy nehogy az oroszok benne legyenek ebbe a háborúba, és ők maradjanak meg ott a nap végén Oroszországban. Hát nem tudják megúszni egyébként, mert ugye az etnikai állomány azért az Orosz Föderációnak azért csak 82%-ban oroszokból áll, de ez kétségtelen tény, hogy mondjuk, hogyha most megnézzük, hogy kik voltak a részleges mozgósítás során, akik külföldre menekültek, akkor az a 700 ezer ember az alapvetően orosz volt. Tehát nem nemzetiségi. Úgyhogy ilyen szempontból ez teljesen érthető, hogy az ortodox az ortodoxra nem szívesen lő. Az oroszok azért tudják, hogy az ukránok valamennyire rokon nép, és ezzel tisztában vannak nagyon sokan. Na hát egy mély és bonyolult témába fogtunk bele, de úgy gondolom, hogy egy picit világosodott a kép, vagy legalábbis dereng az, hogy miről beszélünk, amikor a keleti kereszténységről gondolkodunk, és aki segített nekünk ebben a felvilágosításban, vagy derengésben, az Kerekes Miklós történész, a Portfolio.hu elemző, és Gecse Géza történész, az Orosz Nagyhatalmi Politika 1905 és 2021 között könyvnek a szerzője. Köszönöm szépen!